A tojás szerepe a rák terjedésében, a magyar fordításért külön köszönet Zöldi Anitának. A testünk egy két lábon járó közösség, amely nem csak emberi létünk váza, hanem milliárdnyi velünk élő mikroorganizmus otthona, melyek a bélrendszerünkben és a testünk többi részén laknak. Több baktérium sejt van a gyomrunkban, mint amennyi sejt a teljes szervezetünkben. Valójában a testünkben található DNS 10%-a emberi. A többi a mikrobiomunké. Ők a mikrobák, akikkel megosztjuk ezt a két lábon járó közösséget, a testünket. Mi a feladatuk? A bélmikrobióta, vagyis a bélrendszerünk mikrobiomja a bennünket érő legnagyobb környezeti behatást szűri meg, mindazt, amit megeszünk. Tulajdonképpen az étel egy idegen anyag, amelyet kiloszámra viszünk be a szervezetünkbe minden nap. És a bennünk élő mikrobióták összessége nagyban befolyásolja, hogyan hatnak ránk ezek az ételek. Ennél fogva az anyagcserénk működése és az ételek felszívódása ezen baktérium szűrőn keresztül történik. De ha sok húst, csirkét, halat, tejet, sajtot és tojást teszünk, arra biztatjuk ezeket a baktériumokat, hogy a bennünk lévő kolint és karnitint TMA-vá, azaz trimetilaminná változtassák, amely tovább oxidálódik, trimetilamin oxiddá, amely viszont káoszt okoz az érrendszerünkben, növelve a stroke, a szívinfarktus és a halál esélyét. Már 40 éve ismerjük a kolin ezen aggasztó képességét, hogy trimetilaminná tud változni. De ez még azelőtt volt, hogy tudtuk volna a szívbetegséghez való kapcsolatát. Akkor mi adott mégis okot az aggodalomra? Az, hogy ezek a metilaminok nitrozaminokból is származhatnak, amelyek karcinogén anyagnak, azaz rákkeltőnek minősülnek. Miben van kolin? Főként húsban, tejtermékekben, tojásban és a finomított gabonákban. A kapcsolat a hús és a rák között nyilván senkit nem lep meg. Sőt, az ipari szennyező anyagok miatt, mint például a PCB-k, a gyerekeknek nem szabadna havi 5 adagnál többet ennie olyan húsokból, mint a marha, a sertés és a csirke. De mi a helyzet a tojás és a rák kapcsolatával? A 70-es években végzett kutatásokban utaltak a tojás és a végbélrák közötti összefüggésre, de ezt pusztán statisztikai adatokra alapozták, melyek szerint azokban az országokban, ahol több tojást ettek, magasabb volt a rákosok száma. Ezt számtalan dolog okozhatta, le kellett hát tesztelni. A 80-as években kezdődtek a kutatások, és 1990-ig 15 tanulmányt publikáltak, melyből 10 közvetlen kapcsolatot mutatott a tojásfogyasztás és a vastagbélrák között, 5 pedig nem mutatott összefüggést. 2014-re több tucat további kutatási eredmény került napvilágra, amelyek bizonyítják, hogy a tojás valóban szerepet játszik a vastagbélrák kialakulásában. Ugyanakkor a tojásfogyasztás és a rák megelőző állapotú polipok létrejötte között nem találtak összefüggést, amely arra utal, hogy a tojás leginkább okolható a rák terjedésének felgyorsításáért, mint magáért a kialakulásáért. És elérkeztünk 2015-be. Talán a húsban és tojásban található kolinból származó TMAO felel a rák terjedéséért? És valóban, az amerikai nők egészségéért szervezett tanulmánya szerint azokban a nőkben, akiknek vérében magasabb TMAO szintet mértek, körülbelül 3-szor nagyobb volt az esélyük végbélrákra, ami arra utal, hogy a TMAO szint egyfajta előrejelzője lehet a megnövekedett rák kockázatnak. Lehetséges, hogy több bizonyíték van az emelkedett mellrák kockázat és tojásfogyasztás között, mint a prostatarák esetén, de az egyetlen másik tanulmány a TMAO és a rák kapcsán csak a prostatarákot vizsgálta, és valóban magasabb kockázatra talált. A táplálkozás már régóta elsődleges faktor az egészség megőrzésben. Azonban az elmúlt évtized mikrobiom forradalmának segítségével elkezdjük megérteni, hogy az étkezésünk hogyan hat oda és vissza köztünk és a beleink között, és most ez a TMAO sztori egy egyfajta puskaporos hordó ebben a baktérium betegség kölcsönhatásban, mivel a kolin és a karnitin a TMAO termelés legfőbb forrása. Logikus stratégia lenne lecsökkenteni a húsok, tejtermékek és tojás fogyasztását.
és ha elég sokáig táplálkozunk növényi alapon, meg is változtathatjuk a mikrobiomunkat, úgyhogy akkor sem fogunk tudni TMAO-t termelni, ha akarjuk. Az elmélet, mely szerint az vagy, amit megeszel, végre bizonyítást nyert a tudomány által. Bár lehet, hogy nem kell sokáig egészségesen étkeznünk. Hamarosan lehet, hogy képesek leszünk begyógyszerezni a mikrobiomunkat, hogy a szív és érrendszer egészségét támogassuk. Az érdekes kis videó után azt gondoltam, hogy beírom keresőbe, hogy Magyarországon, magyar nyelven milyen információt találok ezzel a témával kapcsolatban. Nem kerestem rá külön, hogy tojás, meg rák, meg ilyenek, hanem kifejezetten ez a TMAO foglalkoztatott engem nagyon, és hát az első, amit kidobott nekem a Google, az persze pharmaonline.hu, ami ugye egyből azt jelenti, hogy igazából itt nem arról lesz szó, hogy te hogy előzd meg a trombózis hajlamodat, hanem az, hogy ők milyen segítséget fognak nyújtani ezzel kapcsolatban. 2018-as ez a cikk. Bélbaktériumok közvetítésével ható kardiovaszkuláris hatású gyógyszert fejlesztenek. Ez ugye önmagában egy olyan embernek, aki mindent teszik, aki alapjaiban hisz a gyógyszeriparnak, az orvosoknak, a mindennek, annak ez egy állatira jó hír, igaz? Mert fú, de jó, hát fú, segíteni fognak nekem. Nagyszerű. Nézzük. A bélbaktériumok anyagcsere folyamatainak a befolyásolásán keresztül csökkentenék a gazda szervezet kardiovaszkuláris rizikóját, USA-beli kutatók, az állatkísérletek ígéretesek. Na itt leírja, hogy egereken kísérleteznek, ez úgy nagyon érdekes számomra, mert kíváncsi lennék, hogy mondjuk egy egér mennyire hajlamos a trombózisra, és akkor vagy ezt előidézik, és úgy, na mindegy, nem akarok belemenni, hogy történnek a gyógyszerkutatások, mert nem is ez az érdekes. Ami érdekes, azt ugye itt látjátok. Vastagon, tehát virít, hát látod, hogy a hatás kulcsa a baktériumok által termelt TMAO. A vörös húsok, máj, tojás, illetve zsírokban dús táplálékok fogyasztása révén jelentős mennyiségű kolin, lecitin és karnitin is bejut a szervezetbe. Ezeknek a bakteriális emésztése során, ugye van ez az oxidáció, amit már a videóban is beszéltünk, ez a baj, hogy ez bekövetkezik, a vérben tapasztalható magas TMAO szint, mint arról már korábban beszámoltak, a szívinfarktus és a trombózis események kockázatát fokozza. És most, hogy itt ezt elolvasom, közben eszembe jutott, hogy ez jusson eszébe mindenkinek, aki ketogén diétát követ, illetve paleózik. Itt van leírva kerekperec, tehát ezt még a gyógyszeripar is leírja, hogy ebből igen komoly bajok vannak. Tehát nagyszerű, hogy te fogyni fogsz ezzel az említett két diétával, de ilyen áron, hogy közben belebetegszel. Na és ugye hát az volt a cél, hogy ezt a bakteriális anyagcsere szinten itt avatkozzanak be igazán. Tehát ugye mivel gyógyszeripar, nem arról szól a történet, mert itt azok után is, hogy itt leírják, hogy ez mind segíti a te infarktusodat meg, hogy meghaj, meg trombózist kap, még sincs szó arról, hogy kerüld el ezeket a dolgokat. Ugye milyen csodálatos? Nem arról van szó, hanem arról, hogy milyen jó, hogy ők segítenek nekünk, és hát majd ugye lesz gyógyszer. És hát ugye itt a videónak a vége arról szól, hogy hát lehet, hogy nem is kell sokáig egészségesen táplálkozni, hiszen majd megkapjuk az erre való gyógyszert. Hát, akit ez megnyugtat, annak nagyon komoly szemléletváltáson kellene átesnie, és azzal tisztában lenni, hogy lehet megváltoztatják ezt az anyagcserét, de maga a koleszterin az ott lesz, tehát hogy az le fog rakódni az erek falán, és na, nem megyek bele, mert szomorú, hogy a gyógyszeriparban mi van, és ez uralja itt a mindenséget.
Ígéretesek az állatkísérletek eredményei, fú, ez fantasztikus. Itt egyébként leírják, hogy komolyan, tehát az egész cikk arról szól, hogy nekünk nagyon hálásnak kell lenni, hogy ők milyen cukik, mert ezt ki fogják ezt fejleszteni nekünk, és amiért még inkább hálát érdemlünk, hogy ezek nem úgy működnek, mint az antibiotikumok, mert ugye az antibiotikumot ugye beküldöd a szervezetedbe, azért az nem okvetlenül csak azzal fog bajt csinálni a szervezetedbe, azokkal a baktériumokkal, amik neked éppen rosszat okoznak és beteg vagy tőle, hanem bizony a jó baktériumokat is elkezdi kinyírni, de hát jaj de jó, most hallgass meg, milyen jó, itt, hol van? Itt van, nem valószínű, hogy a kolin analógok, ezek, amit fejlesztenek, alkalmazása a bakteriális rezisztencia kialakulásával fenyegetne. Ugye milyen jó? Hát valakinek biztos nagyon jó. Szóval, ebből az egészből azt akartam csak kihozni, hogy nyilvánvaló, le van írva, hogy milyen veszélyekkel jár ezeknek a dolgoknak a fogyasztása. És ezt leírják, elmondják, tudományosan ezek megalapozott dolgok, metaanalízissel kimutatott eredmények, és annak kell örülni, hogy lesz rá gyógyszer. Hát tudod, ez ugyanaz, hogy eszel, nem gond, hát utána bekapod a savcsökkentődet, a koleszterin csökkentődet, meg nem kell életmódot változtatni, vagy jó, hát változtasd, de erre igazán egy teljes körű, pontos elképzelésed szerintem nincs, és az orvosnak sincs, és annyit mond neked, hogy figyelj oda a táplálkozásra, vagy nem tudom, hogy fogalmazza meg mozogj többet, meg ilyenek, meg fogyjál le, és akkor ezzel le van zárva, és akkor a gyógyszerek, azok igazából téged nem fognak meggyógyítani, hanem lehet, hogy esetleg nem fog rosszabbodni, de inkább az, hogy csak ez egy tüneti kezelés. A baj attól ott marad. Tehát itt ezt köszi szépen megváltoztatják az anyagcseréjét itt a kolinnak, de szóval hát nem egyszerűbb azt mondani, hogy ne fogyassz olyan terméket, amitől ilyen bajod lesz. És hogyha még ez túl drasztikus is, és ezt nem merik bevállalni, még az orvosok sem, hogy azt mondják, hogy na innentől kezdve fejezd be, legalább írnák le azt, hogy csökkentsd legalább a bevitt mennyiséget, életed múlhat rajta, nem divatozunk meg mit látunk a social media felületeken, hanem nagyon komoly betegségeket tudnánk megelőzni. Na, sokat rizsáztam, ennyit nem akartam, de mindegy, most már így alakult, örülök, hogy velem tartottál, és remélem tetszett ez a videó. Már régóta terveztem, hogy fogok hozni így Gregor videókat, mert sokan is megmutatkozik az, hogy az emberek mit képesek megtenni, és mit nem. A mindenféle hülyeségeket, Varga Irénéket végignézik, de hogyha én küldök egy ilyen orvosi előadást, vagy akármit, és mondjuk angolul van, és nem tud angolul, akkor már az problémát okoz, hogy most akkor kapcsoljam be a fordítást. Tehát ezért gondoltam azt, hogy hát, ha ilyen videókkal még több emberhez el tudom juttatni ezeket a fantasztikus gondolatokat, ami most pláne ebben az időszakban nagyon fontos lehet. Az egészségügy olyan Magyarországon, amilyen, ez már jobb, nem hiszem, hogy lesz, de most nem is ez a lényeg, hanem az, hogyha te kezedben ilyen kulcs van, ilyen tudást megszerzel, akkor hát a kezedben van az egészséged és a gyógyulásod. Ha tetszett a videó, a következőben is tarts velem. Szia!